Bár a szabadtéri szezon még javában tart a futballbajnokságokban, már a teremben is elkezdett pattogni, vagy inkább gurulni a labda, mivel a futszálban használt játékszer jelentősen különbözik a nagypályán megszokott labdától. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatok közül a Nyír Gyulai az NB1-ben, a Nyír Bátor és a Csenger az NB2-ben szerepel, a hét elején pedig alacsonyabb szinten is elrajtolt a bajnokság. Hétfőn este elindult a futszál felnőtt regionális bajnokságunk, az MB3 kereti csoport, amelyet ismét már harmadik éve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság szervez. Idén kicsit kevesebb csapattal, 9 együttessel indultunk el, de az első fordulóba szerencsére minden rendbe lement. 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat mellett 2 Hajdú-Bihar és 2 Borsod-Abaúj-Zempléni együttes van. Bízunk benne, hogy rendben le fog majd zajlani ez a bajnokságunk. Akár csak a futszál fiú U17 és U20-as pontvadászatunk, ahol tegnap már szintén rendeztek egy mérkőzést. Itt ebben a két korosztályos bajnokságban szinte minden hétköznap rendeznek majd meccseket. Egyrészt azért, mert szerencsére elég sok csapat nevezett, 23 együttes nevezett mind az U17-be, mind az U20-ba. A nevezett csapatokat területi alapon két csoportba bontottuk, így van egy 11-es, illetve van egy 12 fős, értelemszerűen oda visszavágós rendszerbe fognak játszani. Másrészt pedig azért is van sokszor hétköznap és különböző napokon a mérkőzések, mert azért nincs 23 csarnokunk a megyébe. A megyei igazgató elmondta, hogy a játékvezető bizottság alapfokú tanfolyamot indít, mert szeretnék, ha minél több még aktív labdarúgó rendelkezne játékvezetői vizsgával. Bízunk benne, hogy úgy, ahogy az elmúlt években egy ilyen 20-30 fő jelentkező lesz legalább. A tavalyi évben azt hiszem, hogy elég sikeres volt a játékvezetői tanfolyam szempontjából, egyrészt létszámban is, másrészt pedig azért olyan játékvezető hallgatók is jelentkeztek, akik komoly futballmúlttal rendelkeztek. Most is szeretnénk azért ezt a korosztályt megcélozni, hiszen nem győzöm hangsúlyozni, hogy igazából szeretnénk a 30-as éveiben járó, pályafutásuk vége fele járó labdarúgókat megfogni, mert úgy gondoljuk, hogy azok, akik azért jó pár évet lehúztak a futballpályán, akár úgy átállva másik oldalra játékvezetőként is jobban el fogják őket fogadni, és jobb teljesítményre képesek, mint esetleg olyanok, akik nem fociztak, vagy életkorukból adódóan még azért komoly mérkőzéseken nem vettek részt. Picit távolabbra tekintve, Vaka Árpád elmondta, hogy az igazgatóság ismét megrendezi majd hagyományos téli tornáit, így mind szabadtéren, mind teremben biztosítanak felkészülési lehetőséget a megyebeli futballcsapatok számára.